Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az új horgoló iskola videóban. Ma ismét egy tanító videót hoztam nektek a horgolás alapjairól. A sorozat korábbi videóiban már bemutattam, hogy horgolunk rövid pálcát, félpálcát, egyrehajtásos pálcát. Itt vannak még a mintadarabok, a félpálcákkal és az egyrehajtásos pálcákkal, és ezeket ugyebár sorokban horgoltam. Tehát egy ilyen lapot kapunk így. Ma pedig megmutatom nektek, hogy hogy tudtok körökben horgolni, egész pontosan spirálban. Tehát így nem lesz eleje és vége a munkánknak, hanem egyszerűen mindig körbe horgolunk, míg el nem érjük azt a magasságot, amit szeretnénk. Alapjában véve nagyon egyszerű, nem lesz túl sok különbség, viszont ezúttal lesz egy belső és egy külső oldal. Ezeknél a daraboknál a sorokban volt egyik oldal, másik oldal, ugyebár az egyik irányba halad a sor, utána megfordítjuk a munkánkat, és akkor a másik irányba horgolunk. Amit pedig most fogunk horgolni, az így valahogy fog kinézni, megmutatom nektek, tehát lesz egy ilyen külső és egy belső oldala, és lesz köztük egy kis különbség. Ki tudjuk majd fordítani, így a másik oldal kerül kívülre. Úgy, mint egy pulóvernél vagy egy sapkánál. Igen, például a sapkákat gyakran horgoljuk körökben, úgyhogy ezért is lesz fontos az, amit most megmutatok nektek. Kezdhetünk mágikus körrel, és akkor kifelé horgolunk, ezt majd valószínűleg egy következő alkalommal mutatom meg nektek, hogy hogy is működik a mágikus kör. De természetesen erről is van már videó a csatornámon, ha érdekel titeket. Ott van egy középpont, és abból kiindulva lesz egyre nagyobb és nagyobb a munkánk. De először is azt mutatom meg nektek, hogy milyen az, ha egy láncszemsorral kezdünk, és úgy horgolunk tovább. És ezt ugyebár körökben. Rendben. Ezúttal is egyébként a májbosi fonalat használom, amit a korábbi bemutató videóknál is használtam. A fonal neve ez az egyes szám, mosógépben mosható 50 g-os és 55 méteres a gombolyag, 70%-ban akrilból és 30%-ban gyapjúból áll, tehát nagyon jó kevercálos fonal térre, Ökotex tanúsítvánnyal rendelkezik, és milyen info van még itt? A szín megnevezése óceánkék, a színkód a 153-as és 6-os 7-es tűt ajánlanak hozzá, és ezt a zöld horgolótűt fogom használni, ami a 6-os. Itt láthatjátok a számozását, ez pont illik a fonalhoz. Rendben, akkor kezdjünk is hozzá. Én már felvettem a fonalat a tűre, de egyébként ezt is bemutatom nektek az egyik tanító videómban, de lehet, hogy bemutatom nektek még egyszer, az a biztos. Tehát fogom a fonalat, két ujjam köré tekerem, itt keresztezi magát a fonal, átnyúlok a tűvel, előrehozom a fonalat és ráhúzom a fonalat a tűre. Megmutatom még egyszer egy kicsit gyorsabban, tehát átnyúlok, fogom, áthúzom és ráhúzom. Ennyi az egész. És kezdhetjük is felvenni a láncszemeket. 20 darabot veszek fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 és 20. Rendben, ez megvan, és most nagyon egyszerű a dolgom, visszamegyek az elejére, leöltök a legelső szembe, amit horgoltam, és lezárom az egészet egy kúszó szemmel, tehát leöltés után fogom a fonalat, áthúzom ott a szemen, és utána, hogyha ez megvan, akkor áthúzom a tűn lévő húrkon is. És hogyha ez megvan, akkor ezzel összekötöttem a láncszemsor elejét és a végét. Fontos, hogy ne legyen megtekeredve a láncszemsorunk, kivéve, ha kifejezetten azt szeretnénk, hogy meg legyen tekeredve, de alapesetben ezt szeretnénk elkerülni. Ezért most nekem sincs megtekeredve a láncszemsorom. Itt láthatjátok ezeket a kis V betűket, amik így körbe mennek. Így néz ki, ez 20 szem. Ha csősállat vagy csapkát szeretnénk horgolni lentről, akkor természetesen lényegesen több szemre lesz szükségünk. Rendben. Most akkor megyünk tovább rövid pálcákkal. Ehhez először felveszek egy láncszem magasítást, pont úgy, mint a forduló szemeknél. Leöltök ide, a következő szembe. Fogom a fonalat, két hurok van a tűn, és áthúzom a fonalat mind a kettőn. Megint leöltök ide, fogom, és kettőn át.
Leöltök, fogom, és kettőn át. Most előveszek egy szemjelölőt, és megjelölöm a legelső szemet, amit horgoltam. Most egy egyszerű gémkapcsot használok erre a célra, ezzel is meg tudom jelölni a sor elejét, így könnyebben átlátható a munkánk. Az első sorban ez még eléggé egyértelmű, de amúgy viszonylag alacsony szemeket horgolok most, ezért praktikus lehet mégiscsak ilyen szemjelölőt használni, így könnyebben átlátható a munkánk. Akár a végén meg is számolhatnánk a szemeket, de így időt tudunk spórolni. Most pedig így horgolok körbe. Láthatjátok, hogy nagyon jól illik a tű ehhez a fonalhoz, tehát ezek a méretek illenek egymáshoz. Kényelmesen horgolható. És a szemek is nagyon szépek. Jól van. Horgolok szépen körben. Nagyon egyszerű és nagyon szép a munkám. Mindjárt mérek a szemjelölőhöz. És most még ide fentre horgolok. Ebbe a szembe, ezért kiveszem a szemjelölőt, és ebbe a szembe horgolok tovább. Tehát most nem vettem fel láncszemet, hanem csak ebben a szemben horgoltam tovább. Továbbra is rövid pálcákat horgolok, és a szemjelölőt visszateszem abba a szembe, amit most horgoltam. És már horgolok is tovább, szépen körben. Most mindjárt a megjelölt szemre is kerül egy szem, és ahogy a neve is mutatja, végig spirálban horgolunk. Mindig szépen körben, spirál formában, és sehol sincs szaporítás. Sehol sincs fogyasztás. Valószínűleg még a szaporításról és fogyasztásról is készítek majd nektek videót. Hogyha készítek, akkor majd azokat is megtaláljátok a csatornámon. Horgoltam még egy ideig, és láthatjátok, hogy úgy tűnik, mintha nem lennének körök közötti átmenetek, mindig csak tovább horgolunk, szinte alig van különbség a magasságban. És most lezárom az egészet, itt most valahol a kör közepénél járok, itt zárom le, elvágom a fonalat, utána kihúzom a fonalat, és megmutatom nektek, hogy hogy tudjátok itt szépen megcsinálni ezt a lezárást, hogy jól mutasson itt a V betűk között. Így majd fentről is nagyon szép lesz. Ehhez leöltök oldalról a munkámba, ebbe a következő szembe, és ott behúzom a fonalat belőle, és utána leöltök az előtte lévő szem belső szálába, és ott visszahúzom a fonalat, és utána szépen megigazítom. És ha így megigazítjuk, utána pedig elvarjuk ezt a kiálló fonalvéget itt belül, akkor nem lesz semmi eltérés itt körben a szemeknél. Tehát tényleg végig van horgolva a kör, végig vonul ez a V szemtípus. Nagyon szép. Maguk a szemek így néznek ki kívülről, és ha kifordítom, akkor láthatjátok, hogy milyen a belső oldala. Ez így néz ki, tetszés szerint eldönthetjük, hogy melyik oldalt szeretnénk kívül látni,
Tehát így horgolunk spirálban rövid pálcákat. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis horgolási útmutató, ha tetszett, akkor kattintsatok a tetszik gombra, iratkozzatok fel a csatornára, és kattintsatok a kis csengőre is. Hamarosan újra jelentkezem. Sziasztok!